Hatalmas gránit sziklák pillenek az Indiai-óceán hullámaiban, óriás pálmák, furcsa, zavarba ejtő alakú diókkal, türki szigeteket koszorúzó bujazöld takamak árnyékolja a fehér homokos partokat. A helyi legenda szerint a szigetek Isten szétszórt gyémántjai. A 81-edzes lakosság nagy része kreol. Trópusi éghajlat rendkívül kiegyensúlyozott, majdnem tökéletes. Az átlag hőmérséklet és az óceán vizének hőmérséklete 28 fok körül alakul. Hajunk egy kétkormányos, 13 méteres Harmony 434-es, 100 négyzetméteres vitorlázattal, amelyel biztonságosan hajóztunk két hetet változatos időjárási viszonyok között. Eljutottunk vele minden olyan különleges helyszínre, ahová egyébként repülővel vagy helikopterrel szállítják az úri közönséget a luxus hotelekből. €125. Aha. 2000 rupees is, 2000 rupees. Jó termetes cápa. Utunk első hetében a főszigetet, Mahét és környékét, vagy a lakatlan, egzotikus Teréz Islandet fedeztük fel. Mahé déli csúcsa a Polisfok. Na gyerekek, milyen taxink van? A helyszín tehát az Indiai-óceán, déli tétekén, mindössze 5 fokra az egyenlítőtől. A monszunszelek uralkodnak ezen a tájon, hasonló a passzáthoz, elérik azt a 4-5-ös erősséget, és ennél ritkán erősebb. Port Luni falu elé érkeztünk Mahé szigetének északnyugati részén. Ez lesz a mai megállónk, és a Nemzeti Parkot fogjuk megnézni, közben innen kirándulunk ki a lakatlan Teréz Islandre. Port Luni mocsárvilága. A mangrove. Kérte, ki tuszik az orránát? Mai célpontunk Teréz Island. Mahé a fősziget környékének egyik legszebb helye. Orci ismét kókuszdióra szomjazik. Szilhút, sziluett, valamikori hodókalóz itt rejtett el kincseit, amelyet mind a mai napig nem találtak meg. Ugyanez a zsivány a közeli Mamelles zátony szigeten építette fel házát, ma is látható, amely Seszelek legrégebbi épülete. Trani szigetéhez érkeztünk. A Sesel szigetvilág második legnagyobb tagja Mahé után. Nevezetessége a világörökség részét képező pálmaerdő. A neve Valle de Mey. Kókuszvölgy. 3635 tengeri kókuszvát tartanak nyilván. La sirène en ballant mais y a pédé manso bâton dominé. A tengeri kókuszok völgye. Itt teremnek a világ legnagyobb termései. Ezeknek a dupla kókuszdióknak a súlya elérheti a 180 kg. A világ egyik legritkább madár. A 60 fekete papagáj egyike a pálmaerdőben.
csekk folyik. Ha látnánk kettévágott dupla kókuszdiót, az így néz neki. De hát annál drágább. $200 alatt nem árulnak még a butikban sem számozott kókuszdiót. Majd én simogattam, te a másikat simogatt, az is tartóan valahol. A hímpálma porzoljának egy darabja. Ahogy egy múlt századi angol utazó mondta, az igazi éden a kigyó nélkül. Tehát a sült ogarni, a sült denevő. Nem valami nagy szárnya van. Szóraljál már meg ott az ötletben. A második héten a Curious tengeri parkkal a világon csak itt és Galapagoszon élő óriás teknősökkel ismerkedtünk. Manka visz bennünket Curiousre. A Larraia Bay. Ebben az öbölben van a tengeri park központja. A természetvédelmi őrök központja mellett 100-nál több padagvárolozott óriás teknős él egy farmon, fél rabságban. A különleges szikaképződmények, egzotikus növény és állatvilág mellett megtekintünk egy múzeummá, piknikező helyé alakított lepratelepet. A kőgátnál egy kis túraösvény kezdődik, amely átvezet többek között a sűrű mangroveerdőn, és helyenként lélegzetel állító látványban részesíti a vándort. Ennyi! Bibó, gyere szápa! Jaj, neki a kamerának. Félutunk Curious és Praline között, aki Szentpierre szigetnél. Balázs, aktivizáld magad, légy szíves, mert senki nem kapkodja a fényképezőgépeket. Egy ilyen közel még nem voltunk hozzá. Szentpierre hajnali fényben. Képeslapok, prospektusok szigete. Ezután hajóztunk át a még szinte érintetlen Ladigre, ahol több napot töltöttünk. Seszel-szigetek! Ladigon vagyunk! Az igazi pihenés kikapcsolódás szigete. Milyen alapból készült a lássai? Akkor most már mondjátok el. Cápából és... Cápából. Kalauszalat nem tettetek vele? Kalauszal ő visszament úszkán. Itt van a cápa úszony. Itt a mi végünk. Ladigi taxik. Union Estate. A sziget első telepesei hollandok voltak, és ez az első telep egyike. Régi holland temető. A kopramalmot nézzük meg, gyerekek. A koprából itt préselik ki a kókuszolajat. Meg a tejnek igen jó dolga van. A birtok főépülete volt, aztán az elnöki rezidencia lett később. Itt forgatták a Viszlát Emmanuel című filmet, és itt nyaralt többször Tony Blair angol miniszterelnök is. Egy jellegzetes gyarmati stílusú épület Ladik szigetén. Egy 750 millió éves monolit ciklatön bújik meg az ültetvényes ház mögött. Ezért maradtak ezek életbe az évmilliók során. Nem szórakoznak. Készségem. Anze Argent bejárata. Ezüst part. Ezüst töböl.
Polinéziában a Miró virág. Fekete özvegy, a világ legritkább madarainak egyike. Hihetetlen, hogy kicsipte. Granáza. Megfekszik a bicikli. Az a patátesz, a kis patáteszedből. Abszolút se szellek. Nem tudom, hogy van-e a világon olyan szálloda, amelyik ennél szebb stranddal büszkélkedhet. Imre, elvileg fogod valamit, te oda figyelj, Balázs! Megvan, megvan! Oda nézd, mekkora! Azt a étszer, egy gyönyörű szép tonal! Hú, fantasztikus vacsora lesz belőle! Egy schooner! El fogtok süllyedni, nem, árizál itt. Megy Pralimbán. A két hét hajózás után egy valamikori maléves géppel az Indi-óceán felett déli irányban hagyjuk el a Seszel-szigeteket. Körülbelül 10 kilométeres magasságban elrepülünk Madagaszkár mellett, majd 2100 kilométer megtétele után leszállunk Mauritiuson, ebben mindössze 58 kilométer átmérő szigetországban. Koppant, koppant rendesen. Most már csak a bék legyen jó. Utón vagyunk Maéborgba, a valamikori fővárosba. A kis szigetet alig több mint 1 millióan lakják. A népesség 68%-a indiai, 27%-a kreol, többi pedig francia és más. Mauritius megvolt. Találkozunk legközelebb is egy közeli vagy távolabbi tengeri úton. Fedezzünk fel együtt új szépségeket, hogy izguljatok értünk otthon a jó meleg szobában, a kényelmes karosszékben. Szevasztok!